Amen, halleluja. No, eljutottunk az utolsó áldozatig, és ha be is fejezzük az áldozatokat, és aztán utána tartunk egy kis pihenőt, mert egy kicsit én is elfáradtam. Már nem ebben a sorozatban, hanem egy kicsit, hogy sok minden volt ebben az évben, és akkor meg augusztusban az Ószövetséget majdnem átvettük, augusztusban a Királyok könyvével, a Krónika könyvével fogjuk folytatni. Tehát ez a két könyv, ami még vissza van, mert ugye a Mózeseken végigmentünk, kis profétákon, nagy profétákat megnéztük, zsoltárokat, szinte minden ószövetségi könyvet, a Jóbot azt megnéztük Isten tiszteleten, úgyhogy az abból sok Isten van. Úgyhogy a Királyok és a Krónika könyvét, ami szinte ugyanaz, azt fogjuk megnézni, és akkor van egy, akkor végigértünk az Ószövetségen, és ha Isten megsegít bennünket, akkor jövőre pedig az Új Szövetségbe kezdünk bele újra Isten kegyelméből. Italáldozatot szeretném ma veletek megnézni, és ugye a fő áldozatok, még egyszer csak ismétlésképpen, az égő, a vétek, a hála, a jóvátétel és a békeáldozat. És van két kísérő áldozat, az étel és az ital áldozat, amelyek nem önálló áldozatok, hanem mindig valamelyiket kísérték. Ugye még egyszer el szeretném mondani, de minden alkalommal elmondtam, hogy az Ószövetségben az áldozatok, azok az Istennel való kapcsolattartást segítették, és kimondottam a zsidóságnak tettek rendelme. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ma már aztán mindenki keveri a szezont a fazonnal, de ez eredendően meg mai napig is így van, hogy Isten nekik rendelte. Az italáldozat az egy kísérő áldozat volt, és ugye, ahogy oda föl is írtam, az italáldozatnak a jelentése az azt jelenti, hogy kiönteni. Hát az italáldozattal kapcsolatban nem az volt a lényeg, hogy meg kellett inni, hanem az volt a lényeg, hogy ki kellett önteni oltárra, kőre, mert megnézzük, hogy milyen formái voltak. És ugye az italáldozatot úgy is írja a Biblia, hogy kiöntés, tehát kiönteni. És még egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ugye ez minek a jelképe, és miért mondom, hogy kísérő áldozat volt? Azért, mert ugye az egész áldozat, az összes áldozatot végig kísérte az a kettőség, hogy voltak a kötelező áldozatok, és volt a szabad, tehát ugye az önkéntes áldozat volt. És ugye az önkéntesen belül is nagyon fontos volt az italnak és az étel áldozatnak a szerepe, mert ugye az ital áldozat az a kiöntést jelenti, ugye az Isten igazi öröme, kezdettől fogva az Istennek az igazi öröme, hogy ő el is mondja, hogy nem gyönyörködik és nem kedveli a bikák, a bakok, a tulkok vérét, hanem gyönyörködik a töredelmes és bűnbánó szívben. Ugye ez az italáldozatra jellemző, mit jelent a töredelmes és bűnbánó szív, milyen szív, mit szoktuk mondani, amikor töredelmes a szívünk, kiöntjük a szívünket. Az Isten abban gyönyörködik, amikor nem úgy kell kiszedni az emberből, hanem hogy az ember úgy lepakolja és kiönti az Isten elé a szívét. Na ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és az egész, azért hagytam utoljára az italáldozatot, mert ugye tulajdonképpen az egész törvény, az egész áldozati rendszer is csak akkor működött tökéletesen, ha ezek a kísérő áldozatok tényleg őszinték voltak. Tehát amit az ember csinált, az azért csinálta, mert egyszerűen önkéntesen csinálta, és egyszerűen kiöntötte vele a szívét. És ez egy nagyon fontos dolog volt, mert Isten ebben gyönyörködik, amikor ki van öntve a szív, ezért ugye kiöntésnek is nevezi a Biblia. Az italáldozat még, ahogy fölírtam, az örök kifejezésére szolgál, ami azt jelenti, hogy az áldozó, ugye aki viszi a jószágot, meg az áldozatát, az magát, az áldozat, az magát a szertartást hogyan végzi, örömmel végzi. Ezért ugye mindig is különbség volt az önkéntes és a kötelező áldozat között. Általában a kötelező áldozat, én úgy gondolom, hogy az emberek a kötelező áldozatot azt azért tették meg, és azért csinálták meg, mert egyszerűen már úgy, mint ma a vallás, hogy egyszerűen már megszokták. Akkor megkérdezel egy ember, hogy mi vagy te, akkor azt mondja, hogy hát én katolikus vagyok. És amikor megkérdezed, hogy egyáltalán te tudod, hogy mi az, hogy katolikus, mit jelent az, de nem is érdekli ez, csak egyszerűen valakitől egyszer hallotta gyerekkorában, hogy ő ilyen vallású. És ezért ugye ugyanilyen volt a kötelező áldozat is, hogy valaki, az apa elmesélte a fiúnak, hogy ezt kell tenni, ezt kell csinálni, de nagy különbség volt, amikor az ember indították a bűneit, és az alapján mit tud a áldozatot, még az Ószövetségben is különbség volt. Hát ma pedig azt mondja a Biblia, hogy más formában nagyon nehéz az Isten elé járulni. Ugye itt nagy vita mindig az adakozás, ez a kérdés is,
A legapróbbtól a legnagyobb dologig azt mondja a Biblia, hogy ugye az Istenhez mi igazából akkor tudunk őszintén oda menni, mert ez valami örömből, valami jókedvből, valami belső vágyból fakad, és nem valami külső nyomásból. Ezért ugye a vallás és az őszinte Istenkeresés között az a különbség, hogy a vallás nem engedi az őszinte kiöntött szívet, hanem a vallás az bizony előírja, hogy ilyen és ilyen és ilyen formában kell menni az Isten elé. Az Isten pedig azt szereti, hogyha őszintén, töredelmesen kiöntött szívvel megyünk el, és az italáldozat az ezt jelképezte. Ezért az italáldozat az ugye egy kísérő áldozat volt, és főleg az égő és a béke áldozatot kísérte az italáldozat, ami azt jelenti, hogy az égő áldozat az hogy fogalmazunk, tehát az égő áldozat ugye a súlyosabb bűnökért való áldozat volt, és nagyon fontos, hogy az Isten úgy gondolta, és akkor is azért adta ezt a kísérő áldozatot, hogy mi ne azért bánjuk meg a bűneinket, mert muszáj, mert amikor nem muszáj. Ne azért említsük fel az Istennek, mert valamit akarunk kapni cserébe, hanem egyszerűen jó felfogott érdekében, örömmel tudjunk különbséget tenni a jó és a rossz között. Mert ugye a rossznak is megvan a gyümölcse, a jónak is megvan a gyümölcse, valamikor hamar beérik a rossznak a gyümölcse, valamikor nagyon lassan érik a rossznak a gyümölcse, de egyszerűen biztos, hogy beérik. És az Isten azt szeretné, hogyha ugye, mert hogy működik az új szövetség, ugye ma ez egy nagyon nagy vita, és azért hozom fel most már többetszer, mert látom, hogy rengeteg hívőben nagyon sok bonyodalmat okoz ez, amikor azt mondjuk, hogy Isten, ugye ha egyszer átadtuk az életünket az Istennek, akkor az Isten, akkor az üdvösségünket nem tudjuk elveszíteni. Ez egy nagyon nagy vita ma. Én azt gondolom, hogy önmagában, ha így elmondjuk, hogy el lehet veszíteni az üdvösséget egy olyan embernek, aki hisz az Istenben, bízik az Istenben és követ az Isten, akkor erre helyes a válasz, hogy nem. Nem, mert nem tudja akkor senki elvenni, de ugye itt abból indulunk ki, csak ugye a mondat úgy hangzik el, hogy el lehet-e veszíteni az üdvösséget. Ha csak ennyit kérdezünk, akkor én azt gondolom, hogy igen, el lehet veszíteni. És erre nem akarok, de számtalan példát tudnék hozni a Bibliában. Maga nem is kell messze menni, maga Jézus szavaival, aki azért nem kevesebbet mond, mint távozott tőle gonosztevő, olyan embereknek, akik ugye hívőknek tartották magukat. Tehát egy nagyon-nagyon sok minden, akik akkor rölnek rá, hogy mégsem voltak hívők, amikor szembesülnek vele. De ha azt még abból indulunk ki, hogy egy olyan embernek, aki bízik és hisz és keresel Istent és a bűnt követel, akkor azt belátja, megbánja, örömmel megy az Istenre, én azt mondom, hogy az ilyen embernek szinte lehetetlen elveszteni az üdvösségét. De ugye amikor úgy fogalmazunk, és ugye az emberek csak annyit hallanak meg belőle, hogy nem lehet elveszteni, akkor ugye ő mindjárt hozzáteszi, hogy bármit csinálok, nem lehet elveszteni. Én azt gondolom, hogy ez nem működőképes. És pontosan az Isten elé való járulás is, ugye én mindig nagyon egyszerűen látom azt, ha egy emberre ránézek, hogy most milyen mélységük van az Úrban. Én azt látom, hogy aki az, amit csinál, azt örömmel, jó szívvel tudja csinálni, az az ember, én úgy gondolom, mivel nincs semmire kényszerítve, az az ember, én úgy gondolom, az Úrban van. Tehát nem kell ott, nem lehet ott különböző szondákkal mérni, hogy mennyire, meg hogyan, meg milyen. Ennek én azt gondolom, hogy semmi különös jelentősége nincsen. Én azt látom, hogy aki jókedvel, örömmel tudja csinálni az Istennek a szolgálatát, az Isten keresését, és ugye van, aki nagyon hosszan tud imádkozni, 5-6 órákig majd beledöglik, van, aki 5 percet tud imádkozni nagy örömmel. Én azt gondolom, hogy ha mérni lehet az Isten szemszögéből a kettőt, akkor úgy gondolom, hogy az Istennek az 5 perc örömteli, az sokkal igaz. Mi is vagyunk ugye egy 5-6 órás kínlódó beszélgetésnél szerintem sokkal jobb, egy 10 perces megölelem, szeretem, jókedvű beszélgetés, mindenképpen jobb egy 6 órás zsibbasztó lelki maszlamnál, ami tulajdonképpen már mindenki unja, csak egyszerűen nem érsz a végére. Tehát ezek a, ugye ezt úgy hívjuk nagy lendület, ezek a lelkizős megbeszélések, ezek nagyon mélyen tudják érinteni az embert, és le is tudják választani. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a célja az Isten az Istennek ezzel az áldozattal az volt, hogy az emberek ki tudják önteni a szívüket őszintén. Úgy, ahogy van. Ugye a kijöntés az azt jelenti, hogy nem mérlegelem, nem csak picit öntök ki, nem csak a fölét öntöm le, hanem a kijöntés az azt jelenti, hogy kijöntöm úgy, ahogy van, és kész, és nem mérlegelem. Szóval a pohárból is, amikor kijöntjük a vizet, vagy kijöntjük bármit, akkor nem mérlegelem. Ugye szokták mondani, hogy a fürdővízzel kijöntjük a gyereket, az az egy kivétel, de amúgy különben a kijöntésnél kijöntjük és kész, és nincs vele további teendő. A 1 Mózes 35:14-ben
Említi a Biblia az italáldozatot, szinte először, 1 Mózes 35-14, következőt mondja. Jákob pedig emlékoszlopot állított azon a helyen, ahol szólott vele az Isten, és áldozék azon italáldozattal, és öntett arra, egy emlékoszlopra öntött olajat. Az italáldozatban általában három folyadékot használtak, olaj, víz, bor. Ugye nagyon érdekes, majd elmondom, hogy Isten az igazán az italáldozatot, azt arra szántam, amikor bemennek az ígéret földjére, mert ugye a pusztába nehéz volt a beszerzése a bornak. Talán még az olajnak is, de a bornak mindenképpen nehéz volt a beszerzése, ugye nem véletlenül a pusztai vándorlásukon, ugye meg gondolkodunk rajta, hogy hát akkor mivel főztek? Hát ugye nem főztek, hát ugye elfelejtsük el a pusztai vándorlásukat, végig kísérte a manna, tehát még nem kellett sütni, főzni, még nem volt mit sütni, főzni, ezért ugye a pusztai vándorlás során a vízzel tudtak esetleg appellálni, de egy pusztában azért akkor az emberek 55 fokban azért nehezen nem pögették ki a vizet. Tehát ezért igazándiból az italáldozatot, ugye az örömmel összekapcsolva az Úr, az ígéret földjére való bemenetelkor rendelte, csak sajnos ugye ez a bemenetel ez egy nagyon picit megcsúszott egy 40 évben. Ugye Jákobnál azt mondjuk, hogy miért volt italáldozatot, miért öntötte ki a kőre az olajat, ugye nem is vizet, hanem olajat öntött ki, azt mondja, hogy volt egy öröme, mégpedig azt mondja, hogy ott öntötte ki, ahol az Úr találkozott és szólt hozzá. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ugye az emberek ezzel az italáldozattal elsősorban az Isten felé való örömüket fejezték ki. 2 Sámuel 23-16, itt is van egy ilyen jelenet, akkor három vitéz keresztül tört a filiszteusok táborán, merítettek vizet a betlehemi kútból, mely a kapu előtt volt, és elhozták azt Dávidnak. Ő azonban nem akarta meginni, hanem kiöntötte azt az Úrnak. Ugye ezek a történetek mind ugye el vannak rejtve, ezek mind találkozatok voltak. Mi történt? Ugye három vitéz viaskodott, és ugye mit mondtak? Dávid azt mondta, hogy törjetek be a filiszteusok táborába, és a város közepén lévő kútból hozzatok nekem vizet. Ugye mit jelentett, mit csinál Dávid? Ekkor megpróbálta a vitézeit, hogy mit mondanak, hogy hozzon neked, aki akar, stb. Ezek a fiúk megindultak, és mi történt? Hoztak vizet, és ugye, amikor hoztak vizet, akkor Dávid nem itta meg, hanem kiöntötte hálából, örömből az Úrnak. Miért örül Dávid? Hát azt mondta, hogy hát ez nem lehet egy olyan rossz helyzet, hogyha ilyen vitézeim vannak, ilyen elszánt katonáim vannak Istennek, és nekem, gondolta ez Dávid, és ezért ugye hálából, örömből kiöntötte az Úrnak. Ugye a vízzel kapcsolatos dolgokat is mi nehezen értjük meg a vizet, mert ugye 5 percenként özönvíz van már egy hónapja, de azokon a helyeken, ahol egyébben egyszer-kétszer esik az eső, ott teljesen más a vízhez való hozzáállásuk az embereknek, és sokkal hálásabbak tudnak lenni a vízért. Emlékszem, hogy láttam egyszer egy filmet egy kis etióp afrikai gyerekről, aki bekerül egy másik világba, és amikor első este egy már ilyen 10 éves srác, első este megnyitják neki az zuhanyt, és amikor felfogja, hogy az a víz, ami lejön az zuhanyból, az alul elfolyik azon a lefolyón, akkor gyorsan letérde, elkezd kiabálni, és csak kezével próbálja eltakarni a lefolyót, mert egyszerűen ugye ez nem volt divat, hogy a víz elfolyik, és ezért ugye megijedt a fiú, hogy itt valami katasztrofa történik, hogy ő pocsékolja a vizet, és mi lesz ebből, és ezért mondom, hogy egészen más az emberek, ezeken a közel-keleten, a melegebb éghajlaton az italért hálásak, nagyon hálásak a vízért. Tehát ugye a közel-keleten, akár ha megnézzük Izrael környékén lévő országokat is, ugye a vízért van a legnagyobb harc és a legnagyobb csata. És ezért nagyon fontos, hogy ugye azt, aki a vizet ki tudta önteni, aki az a folyadékot ki tudta önteni, az tényleg nagyon-nagyon-nagyon kapaszkodott az Istenbe, és ez nagyon-nagyon őszinte öröm és hála kifejezésére szolgált, ugye az ital áldozat. Ugye az öröm kifejezése, ezt már mondtam. A másik nagyon fontos dolog, hogy azt is kifejezte ezt, hogy az áldozattevő milyen odaszánt az Isten felé. Ugye az odaszántságot nagyon érdekes, hogy a Filippi levélből mindjárt felolvasom ezt a két hírt. Az odaszántságot nem az jelképezte elsősorban, hogy mennyit láttak engem az Isten
házában vagy itt ott, ott, hanem az odaszántságnak mindig az öröm volt a fokmérője. Nem is véletlenül mondja azt a Biblia, mi igazán nem értjük ezt az igét ma élő keresztények, mert nem így élünk sajnos, de azt mondja, hogy az igazaknak örökös öröm van a fején. Ugye ezt mi nagyon nehezen tudjuk megérteni ebben a féldepressziós keresztény világban is, hogy mi az, hogy örökös öröm. Hát azt jelenti, hogy az odaszántságunknak a fokmérője nem az, hogy mennyire pörgünk, mint a pók a falon, mert ugye az se jó, ha nem tesszük meg azt, ami ránk van bízva, de az ugyanolyan hiba, hogyha valami olyasmit teszünk, ami az, nincs ránk bízva. És hát ugye otthon se küldöm el a 3 éves gyerekemet palacsintát sütni. És ha nem tudja megsütni, akkor nem azt mondom, hogy semmit nem ész gyerek, mert nem tudta megcsinálni, hanem az ő feladata. És ezért nagyon fontos, hogy az odaszántságnak egy nagyon fontos fokmérője az az öröm. Ugye nem véletlenül volt az, hogy csak néhány történetet nagy idézek felnettek, Pál és Silás benn vannak a börtönben. A börtönben össze vannak zárva kalodában egymással szemben. Tulajdonképpen várják a halálos ítéletüket, mert nagy sansza volt annak, hogy halálra fogják őket ítélni. Ők a halálos ítéletet megelőzően, vagy erre várva, mit kezdenek el csinálni? Elkezdenek énekelni. Nem azért énekelnek, mert unatkoztak, nem azért énekeltek, hogy elvenjék az időt, hanem azért énekeltek, mert öröm volt a szívükben. És ezért nagyon fontos az odaszántságnak a fokmérője, az az öröm. Ezt jó lenne, ma is így lenne, hogy az odaszántságnak ez lenne a fokmérője, mert egy örömben lévő ember ebben sokkal jobb kommunikálni, mindent csinálni. Azt mondja, hogy Filippi 2.17 a következőt mondja, de ha kiontatom is italáltozatként a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök és együtt örülök mindnyájatokkal, azonképpen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem. Ugye látjátok ebben a két sorban az örülök szó bele van dobva rengetegszer, és ugye nem véletlenül említi a Pál az italáldozatot, mert ugye azt mondja, hogy kiontatom italáldozatként, az azt jelenti, hogy azt mondja, hogy az italáldozat az tulajdonképpen nem más, hogy bármi történik, én ezt örömmel fogom tenni az Istennek. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ugye, és azt gondolom, hogy minden alkalman, minden egyes Isten keresésben ez egy nagyon fontos dolog, ugye nem véletlenül, hogy mit mond az adakozásra, a jókedvű adakozó, de lebutítva magyarra, az örvendező, aki örül, aki jókedvű, azt az adakozót kedveli az Isten. És ugyanígy ezernyi, nem is akarom ezt felsorolni, mert írdatlan mennyiségű dolog van az örömmel kapcsolatban. Tehát ugye az öröm az azért fontos, mert amikor az ember valamit örömmel csinál, akkor az nagyon fontos, hogy akkor nem csak az agyával csinálja, nem csak a kezével, nem, mert ugye tudunk, mi emberek tudunk úgy működni, hogy csináljuk a testünkkel a dolgokat, az agyunk az sehol nincs, hát a szívünkről meg nem is beszélve. Aztán tudunk olyan csinálni, hogy még az agyunk ott van esetleg, de a lelkünk semmi, mint egy üres zombi, mint egy robot, mozgunk, tesszük a dolgunkat. De ugye amit az ember is élvez, hogy csinálja, az az, ami belülről fakad, örömmel fakad. Az az a cselekedet, amit a legjobban élvezünk. És most nem csak az Isten szolgálatára mondom, hanem általában minden. El lehet menni úgy nyaralni, hogy pipa, megvolt. És el lehet menni úgy nyaralni, hogy az ember örömmel csinálja az egészet. Ugye ma azt látom, hogy azért fáradnak el az emberek a nyaralásban, mert óriási pénzeket elköltenek rá, azért, hogy mutassák másoknak, hogy merre járnak, és fáradtabban érkeznek haza, mint ahogy elmentek. Ugye pontosan a pihenésnek nem ez lenne a célja. Ezért nagyon fontos, amit itt mond, hogy az Úrnak, ha öröm van, akkor az azt jelenti, hogy az Úrnak tudunk szolgálni az egész lényünkkel és mindenünkkel, és ez egy nagyon-nagyon fontos fokmérője az Isten szolgálatának. 2 Mózes 29.40 a következőt mondja. Ugye itt az Ószövetségben a következőt mondja, azt mondja is, az egyik bárányhoz végig 1/10 lisztlángot, 1/4 hínnyi sajtolt olajjal vegyítve, ugye ez az ételáldozat, és italáldozatból pedig vegyél 1/4 hínnyi bor. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy az italáldozat, amikor borral volt, az mindig az Istennek bemutatott áldozat volt, tehát a bort használták nem véletlenül, mondja a Biblia, ugye itt a borral kapcsolatban ugye Jézus mondja, hogy
hogy majd ha visszajövünk a iszak a szőlő terméséből. Tehát ugye miért volt ennek külön fontos, hogy kihangsúlyozza Jézus, hogy majd ő iszik a borra a szőlőnek a terméséből? Azért, mert ugye az Istennek való örömáldozat tulajdonképpen, az Istennek való örvendezés, az összefüggött az italáldozattal. És ugye én nem gondolom, hogy itt Jézus, amikor viszont az arról lesz, hogy megérkezik a földre, mindjárt matára iszza magát, és akkor gyorsan majd két napig nem fog semmit csinálni, hanem egyszerűen egy nagyon fontos dolog volt, hogy a borra a való áldozat az az Istennek bemutatott áldozat is volt, és az öröm kifejezésére szolgált, azt jelentette, hogy az áldozó örömmel teszi az áldozatot. Hát ugye ugyanilyen, ugye nagyon érdekes dolog, ezen elgondolkodni, csak megemlítem, hogy miért van általában az Isten igényének a hirdetése előtt, vagy az Isten tisztelet előtt, úgymond az ige hirdetés előtt a dicséret. Mi a szerepe? Azért, mert megszoktuk, és akkor van egy formó, hogy jövünk, köszöntünk, imádkozunk, dicséret, gyűjtés, ige, stb. Így van, vagy valószínű, hogy nem véletlenül rendelte, és véletlenül alakult így ki az évszázadok során, vagy az évtizedek során, hogy van az Istennek egy öröméneklés. Miért? Mert nagyon fontos azt mondja, hogy a dicséretben nagyon, úgy is mondja az igaz, hogy amikor dicsérték az önt, hogy gerjesszétek fel magatokban az örömétet. A dicséretnek van egy olyan tulajdonsága, a zenének, a dalnak, és különösen az Isten dicsérítésének, ami mit tud csinálni, fel tudja gerjeszteni az örömet. Miért fontos, hogy felgerjeszte az örömet? Azért, mert különben nem tudunk úgy közeledni az Istenhez, mert ugye az öröm az felszakad, ugye az ember, aki örül, aki nevet, abban mi történik, felszakadnak benne a gátok. Tehát olyan ember nem nevet, aki közben szorong. Tehát a szorongás, a nevetés nem fér össze egymást, hogy amikor nevetsz, ugye ugyanígy vagyunk, amikor jó, kinevetjük magunkat, az felér egy szanatóriumban. Tehát amikor olyan tényleg úgy nem fogod vissza magad, belülről jön, megráz, megrángad, hát az életben néhányszor adatik meg, hogy az ember így rázza a nevetés, azért, mert van egy felszabadító hatás. Ugye a 104-es Zsoltár 15. verse, az írja, hogy a bornak amúgy is van egy vidámító hatása, és ezt nem tartja rossznak az ige. Még föl is olvasom ezt a Zsoltárt, 104. Zsoltár, 15. vers, következőt fogalmaz meg a borról. És a bort, amely megvidámítja a haladónak a szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, a kenyeret, amely megerősíti a haladónak a szívét, stb. Itt ugye a bort úgy említi, amely megvidámítja a halandónak a szívét. Tehát ugye a bornak van egy olyan hatása, megfelelő mennyiségben, mert aztán a példavezetek könyve 23. része az írja, hogyha ezt a vidámító hatást túlzásba visszük, és átjegyünk egy határt, már a vidámság átcsap részegségbe. A kettő között óriási különbség van, hogy valaki vidám és valaki részeg. Például gondoljatok a kánai mennyegzőre. A kánai mennyegző miért volt fontos, hogy a bor ne fogjon el és legyen bor? Azért, mert az alapja volt a vidámságnak. Mert valószínű, hogy tudták a határt, hogy meddig tart a vidámság, és hol bukik át részegségbe. Ugye a mai legtöbb esküvővel az a baj, hogy fogalmuk sincs erről a határról, és rögtön már valaki az esküvő elején a rongyá iszza magát, és ugye mindjárt átbukik részegségbe, a részegség pedig nem vidámság. És ezért nagyon fontos, hogy a Biblia a helyén kezelt borivás, az mit okoz? Azt mondja az ide, hogy vidámságot okoz, és ugye a vidámság az milyen? Azt mondja, megváltoztatja, megvidámítja a bor a halandónak a szívét. Nagyon érdekes, hogy nem az a részegség mit csinál? Elbutítja az elméjét. Nagy különbség van, hogy a bor pedig egy megfelelő mennyiségben megvidámítja a halandónak a szívét. Az mit jelent? Hát ettől voltak jók az alkalmak. Ettől voltak jók az esküvői alkalmak. Miért? Mi történt a kánai mennyegzőben? Hát azt történt a kánai mennyegzőben, hogy ugye elfogyott a bor, és mit csinál? Leült a buli. És ezért mentek oda Jézushoz, és Jézus azt mondta, hogy nekem, hogy is. Azért változtatta vizet borrá. Miért? Hogy ez a vidámság megmaradjon. Mert egy esküvőn, ugye ott ülni kukán, az ugyanolyan rossz, mint ott ülni fél részegen vagy részegen. Tehát ugye mind a kettő tehetetlenné válik. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a bor az megfelelő mennyiségben az örömmel van összekötve, és ugye az Isten az örömmel történt áldozatokat, azokat jó néven veszi, és ez azt jelentette az Ószövetségben az italáldozat, ami egy különleges dolog volt, ugye az Újszövetség már tényleg önkéntes
szabad akaratból történő istenkeresésből áll. De az Ószövetségben ez egy felüldülés volt, hogy azok, akik nem elégedtek meg a szentmerécsétek, meg ott nem lehetett kimozdulni a törvény keretei közül. Nem lehetett. Ezek voltak a pici kimozdulások, hogy én az áldozatomat nem kötelességből vittem, azért mert anyám, apám rám parancsolt meg a rabbi, hanem én jól felfogott eszemmel, szívemmel vittem. És a másik, az még egy nagy áldás volt, hogy ezeket az áldozatokat, az Úrnak való szolgálatot, azt nem kötelességből tettem, hanem örömmel tettem. A kettő között ennyi volt csak a minőségi különbség, de ez egy nagyon nagy különbség volt. És ugye az Ószövetségben ez egy különleges dolog volt, és az öröm mit jelképezett, mert az Ószövetségben nagyon ritka volt az, hogy az ember az egész lényével tudott szolgálni. Nem kellett tulajdonképpen a lényem az Isten szolgálatához, hanem mi kellett? Be kellett töltenem bizonyos parancsolatokat, törvényeket. De nem kellett, ezt ha tök szomorúan, tök gyászosan töltöttem be, akkor is működött. Tehát ha én halál unottan vittem oda az ünnepre a bárányt, és azt a pap megáldozta, elfogadta, akkor én az áldozat miatt, nem az én ócska hülye gondolataim, a máli, vagy az örömtelen arckifejezésem miatt tekintett rám az Isten, hanem az miatt, hogy ott az áldozat elvitte a balhét, ugye az állat elvitte a balhét. Ugye hát egy különleges felüldülés volt az, amikor ugye örömmel mentek az emberek az Úr elé. Ugye amiről pár héttel ezelőtt beszéltem, ugye bizonyít Isten templomaiban, című tanításban, ott pontosan erről szólt, hogy ugye Jézus évente fölment a templomba, és nem akkor először látta ő az árusokat, hát azok már ott árultak, ki tudja mióta, amióta a főpapok korruptak lettek, azok már azóta ott árultak. Egy valami, ugye 5 nappal a halál előtt, egy valami, ami nagyon bántotta, és amit nagyon kiszeretett volna fejezni, és tulajdonképpen ez volt az utolsó ünnep, amire fölment, utána meghalt is. Elment a mennybe, feltámadt. Ugye ez azért akarta kifejezni, hogy ez az egyedüli hely volt a templom téren, a pogányok udvara, ahová az emberek nem muszájból mentek föl, hanem önkéntesen mentek föl. Ott már bent, ahol zajlott a szertartás, ott a nagy része muszájból ment, tradícióból ment, de a pogányok udvarában valaki csak beült, akarta hallgatni az igét, akart imádkozni, meg akart élni az Úr jelenlétébe. A pogányok udvarában semmilyen törvény nem írta elő, hogy oda kell menni. És pontosan ezek a zsiványok meg mit foglaltak el? Azt az egyedüli helyet, ahová az emberek jó szívvel önként mentek föl. És ugye ezért volt, mert amúgy különben olyan érdekes, hogy most azért, mert a pogányok udvarába árulnak, és ez miért akasztja ki annyira Jézust, nem maga a hely akasztotta ki, hanem az, hogy nem volt más lehetőség, mert a pogányokra, ugye a zsidók nem érintkeztek velük, nem mehettek be a szertartásokra, nem mehettek be a zsinagógákba, ezekbe nem mentek be, hanem ez az egyedüli hely volt, ahová bementek, és ezt az egyedüli helyet is, ugye azt mondja, hogy ez én atyámnak háza, imádságháza, és ugye kik mentek oda a pogányok udvarába imádkozni, a zsidók? A zsidóknak előútig volt, hogy kellett. Meg kellett imádkozni, este kellett imádkozni, megmondta, hogy mikor kellett menni az imára. Mai napig megvan, az ortodoxok, ha megindulnak Jeruzsálembe, nem akkor imádkoznak, amikor a szívükbe feljön, hanem megvan az, hogy hányszor kell oda rohangáljanak a falhoz és imádkoznak. De a pogányok udvarában mi történt? Az történt, hogy az ember, amikor megindította valami a szívét, akkor fölment, letelepedett, és megpróbált imádkozni az által ismert, vagy ismeretlen, de mégis őszintén szólt a szívéből, és milyen ember ment oda, hát akinek elege volt a saját isteneiből. És ezért nagyon fontos volt ez, ezért volt különleges Jézusnak ez a fajta kirohanása. Jó, ez egy nagyon fontos, és tulajdonképpen az italáldozat semmi más nem volt, egy kísérő áldozat volt, ami azt jelentette, hogy lehetett tök szárazon csinálni az égő áldozatot, meg lehetett úgy csinálni, hogy örömmel. És a kettő között óriási különbség. Ma is ugye, akár ez az élet minden területén van, bemész egy munkahelyre, ott vannak olyan kollégák, akik már, még be se érkeztek, már unják az egészet és várják a végét, és vannak olyanok, akiket meg úgy hazaküldni, hogy figyelj, most már lehet a munkahelyet, menjél már haza. És amit csinál, azt örömmel csinálja. És ezért miért gondoljuk, Isten is egy személy, ő elé oda lehet menni fapofával is, és unattal is, na jó van, imádkozok neked, hogy megnyugodjál, na jó van, adok neked, hogy megnyugodjál, na jó van, elmegyek, hogy megnyugodjál. Ezt mind lehet így csinálni, és hát ugye látjuk, hogy tömegek csinálják így, és lehet úgy csinálni, hogy örömmel cselekedni, és örömmel tenni mindent. Jó, ez volt a lényeg az italáldozatnak, és
Még egy érdekes dolgot, amit szeretnék elmondani, ugye az áldozatokkal kapcsolatban csak egy összefoglásképpen, hogy a sínai hegynél ugye Izrael megkapja a törvényt. A sínai hegynél nem kapta meg az Izrael az áldozatokat, a sínai hegynél a törvényt kapja meg, és a sínai hegynél még két dolgot mutat az Isten. Az egyik az, hogy megkapja a 10 parancsolatot, ugye, amit kőtábla lehoz Mózes, és még egy dolgot mutat, tudunk, hogy megkapta a Mózes, azt mondja, hogy úgy építs meg a szent sátra, ahogy láttad, ahogy mutattam neked a hegyen. Tehát megkapja a törvényt, a 10 parancsolatot, és megkapja a szent sátor felépítését. És magát az áldozati rendszer, ott mindig ma megnézitek majd, és szólt az Úr a szent sátor ajtajából. Tehát az áldozati rendszer már a szent sátorban adja az Úr Mózesen keresztül Izraelnek. Tehát ugye ezért nagyon elkülönül a törvény, ugye megkapja a sínai hegyen. Mi történik? Ezzel mi történik a sínai hegyen? Mi jön létre? Az Ószövetség, a szövetség Isten és ember között. Ez maga a sínai hegy, a törvényadás helye. Viszont az áldozat nem keverende össze a törvénnyel, az áldozati rendszer pedig az Istennel való kapcsolattartás volt. Ez ugyanolyan, hogy amit kötünk egy házassági szövetséget, ott megtörténik a szövetségkötés, de ezt a szövetséget valamilyen keretek között meg is kell éljük. És ezért ugye a házasságon is vannak írott és vannak íratlan szabályai is. Miért? Mert azt a szövetséget meg kell éljük. Na most Isten nem bízta a fiúkra ezeket a szabályokat, hogy majd akkor megéljük a szövetséget úgy szabadon egymással, hanem Isten mit csinált? Isten azt mondta, hogy azért, hogy ne pusztulj el, azért, hogy mert szeretlek, mert akarom, hogy élj, hogy megmaradj, hogy rám találj, ezért adok útmutatást, hogy hogyan gyere hozzám. Tulajdonképpen az áldozati rendszer az a rendszer, hogy egyszerűen ezt a szövetséget meg tudják élni az Istennel. Ugye? És ezt látjuk, hogy több-kevesebb sikerrel sikerült nekik, csak ez azért nagyon fontos, mert sokan azt mondják, hogy ez nem keveredendő össze ez az egész, mert kettő dologról ugye Mózes vonal alatt jön le a törvénytáblával, tehát a törvény biztos, hogy ott kapta, és ugye még egy fontos dolog történik a törvénytábla mellett, mégpedig az, hogy jön le, amit utána olvasunk, hogy a Szent Sátornak ott kapta meg azt, hogy hogyan kell felépíteni ezt. Ez egy nagyon fontos dolog. Jó? Tehát az egyik az a szövetség tulajdonképpen mély jött létre a sínai hegyén, mert a szövetséggel mi történt? A szövetséggel megmentette a népet. Ha nem jött volna létre a szövetség, akkor a nép elpusztult volna a pusztában. A szövetség megmentette a népet, de a megmentés után ugye fontos volt a közeledés is, az pedig az áldozati rendszeren keresztül történt. Ezért az áldozati rendszer és a törvény az ilyen szempontból elkülönül egymástól, a törvénnyel megmenti, az áldozati rendszerrel pedig felajánlja azt, hogy a megmentett nép kapcsolódhat hozzá. Természetesen ez jóval szűkítettebb volt ez az áldozati rendszer, mint amilyen lehetőségeink vannak most. Nem véletlenül ugye elhangzik nagyon sok istenfélő bibliai ember szájából, ugye maga az Isten igény is megerősítik, királyok, proféták már előre várták ezt a kort, és egyszerűen el sem tudták képzelni, amikor egy ilyen őszinte és bensőséges kapcsolat tud kialakulni ember és Isten között. Számomra ez a legmegrázóbb a mai korban, hogy minden lehetőség megvan arra, hogy az ember és az Isten egy őszinte bensőséges kapcsolatot éljen meg, és valahogy azt látom, hogy az embernek ez nem kell. Az ember sokkal fogékonyabb a törvénye, a tradicionális, a megszokott, a távolságtartó Isten kereséshez. Ugye a Bibliában is, ha megnézitek a hithőseit, azok mindig azért lettek a hithőseim, mert a maguk módján, sőt, hát ugye ha Dávidot nézem, akkor nem maga módján, hanem felborítva azt a kötelezőben, ugye a törvényt és az áldozati rendszert miért adta Isten, Azért, hogy mindenki számára lehetőséget adjon arra, hogyha akar, illetve nem hogyha akar, hanem hogyha életben maradjon, az életben maradásához szükséges volt a törvény betartása, és az áldozati rendszer. Nem volt az, hogy nem lett, hogy jött egy család, aki azt mondja, hogy nem áldozunk. Kiközösítette a helyi közösség. Hát ott bele volt írva a törvény, hogy föl kell menni Jeruzsálembe. Nem adott, hogy és akkor lehetőség nyílik föl. Nem. Föl kell menni. Tehát nem adott opciókat az Isten, hanem szabályokat adott, törvényeket adott. És ugye
azt látom, hogy ez olyan szinten beleindult az emberekbe, hogy nagyon kevés ószövetségi ember tudta azt megtenni, hogy túllépve ezeken a kereteken, ő tényleg szívből kereste az Istent. Szívből hibázott, ha hibázott, és nagyokat, de amikor kereste, a szívből tette. Viszont azt láttam, hogy a törvény felett Isten mindig jobban vágyott erre. Gondoljatok bele, ez is ószövetség, hogy az Eszter könyvét egy picit, hadd említsem, azt mondja, hogy bemegyek a király elé törvény ellenére. Tehát ugye Eszter egy olyan cselekedetet hajtott végre, ami teljesen ellenkező volt a törvénynél. Nem lehetett csak úgy bemenni a király elé, de ugye muszáj volt bemenni a király elé, mert a király nem minden nap látogatta meg a feleségét, és ha nem megy be a király elé, akkor az a parancs, amit a királlyal ez a Hámán aláíratott, az kiírtja a zsidóságot, és ugye Márdokeus felhívta Eszternek a figyelmét, hogy ne felejtsd el, hogy honnan jöttél, te egy zsidó lány vagy, és lehet, hogy éppen ezért a napért jutottál oda, hogy te királyné lettél, mert ugye nem volt normális, hogy egy ilyen birodalomba, ugye egy ekkora birodalomba egy zsidó lányt vegyenek fel feleségül a király, tehát egyáltalán nem volt normális, mert zsidók elég elkülönült életet éltek. És a másik pedig az, hogy ugye elég bamba is volt ez a király, mert annyira nem is foglalkozott, hogy egy zsidó feleség, hogy amikor aláírta, hogy a Hámán mehet és gépészkedhet, meg csinálhatja a hülyeségét, akkor tulajdonképpen a saját feleség ellen is aláírta a halálos ítéletet. Ilyen szempontból, és ezért kellett ugye Eszternek gyorsan cselekednie, és amikor hittel szívből, aki hittel szívből cselekszik, az általában nem egyezik. Nem egyezik valamilyen szabályrendszerre. Csak gondoljatok bele, vegyünk egy forradalmat. A forradalom önmagában, amikor kimegy az ember az utcára, és elégedetlen is, és mit tudom én, már a lázadása jeléül, kocsikat döntöget, stb. Ezek károkozások, és bünteti a törvény. De mégis, ha megnézitek, rendszereket úgy buktattak meg, rossz, mocskos, korrupt, semmit érő rendszereket úgy buktattak meg, hogy valamilyen módon azok, akik megbuktatták, mit kellett nekik csinálni, kellett hágni a rendszer által hozott törvényeket. Ki kellett menni az utcára, el kellett foglalni a tévét, el kellett foglalni a rádiót, stb. És mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy bizony a nagyobb fordulatokhoz, a nagyobb hőfokhoz mi kell? Inkább a szív, mint a szabályrendszer. És ezért én nem láttam még olyan forradalmat, ami úgy zajlott, hogy minden törvényt betartottak. Nem tartották be, semmilyen törvényt nem tartanak be, hanem mi történik? Visszaállítják a jó állapotokat. És ezért ugye, ha megnézitek az Istenek az embereit, ott volt Ábrahám, aki szintén ószövetségi példa volt. Ugye ő az ábrahámi vonal és a mózesi vonal között, az a különbség, hogy futott a mózesi vonal, a törvény és az áldozati rendszeres vonal, és futott az ábrahámi vonal is. Ugye, és azok, akik a hit hősei közé keveredtek, azokat, ha megnézitek egyen-egyenként, akiket felsorol a Biblia, mert azért sokat felsorol, ha megnézitek, egyik se az a rendszerhű törvénytisztelő valaki volt, hanem mindegyikben inkább azt tette különlegessé, és maga az Isten is számtalanszor felülírta a saját törvényét azok kedvéért, akik tényleg őszinte szívből és örömmel keresték őt. És ez egy nagyon-nagyon fontos lényege azért az áldozati rendszernek, és azért hagytam mondom a végére az italáldozatot, hogy mindaz, aki ezt örömmel végezte, annak sokkal élhetőbb volt ez a rendszer, mert az nem azért... sokkal könnyebb, ha valamit örömmel csinálok, tehát mondjuk például én örömmel élek mondjuk családéletet, vagy örömmel vagyok családban. Ott sokkal könnyebb, annál az embernek sokkal könnyebben megoldódnak a konfliktusok, sok minden megoldódott, mint az, aki ezt az egészet kényszernek éli meg. És ezért ugye ugyanígy vagyunk az Istennel való kapcsolatban is, hogy amikor örömmel teszünk valamit, ugye azt mondja, hogy a Biblia azt mondja, hogy az igaz elesik. Ugye az igaznál én mindig azt mondjam, mert az igazaknak örökös öröm van a fejükön. Tehát én egy igaz ember, még egyszer mondom, úgy képzelek el, hogy az örül. Ha pusztán csak annak, hogy megvan váltva az élete, de akkor is örül. Tehát én azt látom, hogy azok a keresztények egészen más minőségű kapcsolatban és képében vannak az Istennel, és egészen más minőségi életet élnek, akik örömmel szolgálják az Istent. Tehát nem azért, ugye sokszor hallok pászorokat, és akkor mondják ilyen csüggetten,
elkeseredettem, hogy jó, ez a nép nem hálás neki, mert most mit, most is hallottam az egyiket, hogy már mit, valaki valamit csinált a gyülekezetből, 8-10 tag, mit, ha elmentek, mulattak, bűnbe estek, stb. És most 4 hete már nem megy Isten tisztelet. Ugye ez azért érdekes, mert ugye ha valaki akkor tudja szolgálni az Istent, hogyha mások mindig valamit betartanak, akkor az régen rossz. Én azt gondolom, hogy szolgálni az Istent akkor lehet, hogyha örömmel teszem azt a dolgomat. És ugye ezért van az, Pál azt mondta, hogy én teljesen mindegy, hogy milyen közegben voltam, a zsidónak zsidó voltam, a görögnek görög voltam, a szírnek szír voltam, őt ezt nem ezért tettem, miért? Mert ahol tett a dolgát, hogy örömmel tudta tenni. És ezért ezek mind el voltak rejtve, ha megnéztek és visszagondoltok az áldozati rendszerekre, ezek mind el voltak rejtve, mindig el volt rejtve benne a törvény útja, ugye a kötelező áldozat, és el volt rejtve az önkéntes, és ugye ezt mindig nem győztem kihangsúlyozni, az önkéntes, azért egy minőségi különbség volt, amikor én otthon voltam, neveltem egy évig a bárányt, és gondoltok Ábelre. Ugye Ábelnek az Isten nem mondta meg, egy szóval nem mondta meg, hogy majd nevelé bárányt, vigyázz rá, épp legyenek. Semmit nem mond. Ábel egyszer gondolt egyet, és azt mondta, ellettek a juhok, és egyszer Ábel azt mondta, hogy látott valami nagyon mértanilag, egészségileg, mindenhogyan tökéletesen. És azt mondta, hogy ezt elválasztottam, külön karámba lakta, külön ételt adott neki, meggyőződésem, hogy teljesen külön, és mi történt? Azt mondta, amikor már élvezhette volna, hogy felnőtt, és levághatta volna bármi csapatot, akkor mit csinál? Adott az Istennek. Adott az Istennek. És ez micsoda? Ez nem egy ilyen, ez egy ilyen előre megfontolt szándékból, tudatosan, szívből, mindenhogyan, mindenre benne volt ebben. Ugye Káin mit csinált? Káin, mikor látta, hogy milyen jó dolog, mert ugye valószínűleg, amikor elfogadta Ábelnek az áldozatát, az Isten, akkor Ábelnek valami nagy dolog történt, amit ugye nem részlet ez a Biblia, de biztos, hogy valami történt, mert Káin ezt megirigyelt. És akkor Káin mit csinált? Összepakolt gyorsan a kosárba, mindenféle szívszart, és mit csinált? A gyümölcsöt, mindent, és oda vitt az Istenhez. Mi volt ezzel a baj? Azt, hogy nem adott, de lehet, hogy értékesebb volt az a gyümölcskosság, mint amit az Ábel odavitt. Tehát a kettő között az volt a különbség, hogy Káin miért csinálta, mert látta, hogy ez ő is akart kimaradni ebből a bulikon. Mi volt benne? Egy keserű irigység, és ugye az egészen más motivum, mint Ábelé, ami örömből volt. És ugye látjuk is, hogy a kettőnek azért nagy volt a különbsége, hogy a Káinnak ez a keserű irigység, ez mit eredményezett? Belevitt a gyilkosság. Gyilkossággal vitte bele. Úgyhogy ezért fontos ez a kiöntött, és azért is az italáltozatnak kiöntés, mert ugye amikor nagy vonalon kiöntünk a pohárból valamit, akkor az olyan kiürül a tartalma, és ott tulajdonképpen mi marad mögötte, amikor kiöntjük Istennek a szívünket, egy üresség. De ez az üresség jó üresség, miért? Mert ezt tudja az Isten betölteni. Amikor a szívünkben minden hely foglalt, és az Isten úgy jön be, hogy bekopog egy ajtón, a záromon, bekop az is záromon, és akkor ahol esetleg nagy gáz van, azt nyitva hagyjuk. Az nem olyan nagy szolgálat, ezért fontos, hogy ezt mindig kifejeztek az áldozatok, az Istennel való közösséget, és mindig kifejezték az áldozatok. Akkor is lehetett látni, hogy egy embernek milyen közössége van az áldozatán keresztül, lehetett látni, hogy milyen közössége van az Istennel, és lehetett látni, hogy milyen indulat van benne. Rengetegen letudták, tudjátok, ez a Jeruzsálemi ünnepek is arról szóltak, hogy gyorsan fölmentek, letudták az állatot, és nem csináltak, dobzoltak, ittak, ettek, csevesztek, bírtani, élvezték az életet ott. És valaki pedig fölment, ment az áldozat, imádkozott, tehát egyszerűen az Istenre szánta ezeket a napokat. Ugye még egy nagyon fontos dolog az egész Ószövetségben, hogy az áldozat, ugye ez mindig megkérdezik, hogy de miért kellett legyilkolni az áldozatokat? Hát azért kellett legyilkolni, mert egyszerűen az ember nem tudott volna a saját bűneitől megszabadulni, ma se tudunk megszabadulni a saját bűneitől, és egyszerűen mi történt? Egyszerűen az áldozatnak a vére mit csinált? Engesztelést adott a bűneinkért. Ez ennyi. Ugye a másik lehetőség az a saját vérünk lett volna, de akkor meg nem tudunk volna életben maradni. 3 Mózes 17, talán már is kezdtem, csak nem jutottam odáig. 3 Mózes 17-11, mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Tehát ugye az az állat,
amelyiknek ugyanúgy az élete a vérben van, mert ugye az ember élete is nem az izomban, nem a csontban, nem az agyban, hanem a vérben van, de még a szív is önmagában semmit nem ér, hogyha nincs vérkeringés. Tehát a vérben van az ember élete, és azt mondja, hogy az engesztelést, az életünkért mi ad? Egy olyan vér, amiben van élet. Tehát ami mozog egy élő szervezetben. Ugye két ilyen dolog lehet. Az egyik az az állat, ugye a növényben olyan sok vér nincsen. Tehát az egyik az az állati vér lehet. Ugye ezt gyakorolták az Ószövetségben. Az Új Szövetség miért jobb szövetség? Mert az Új Szövetség az nem egy állatnak a vérének a feláldozása és kiontása által köttetett, hanem ott egy ember vállalta magára, és ugye miért van az, hogy előtte kismillió állat meghalt, és érdemi változás tulajdonképpen nem történt, mert meg volt az engesztelés, de nem volt megváltás. Azért, mert most itt egy ember önként azt mondta, hogy vége, én feláldozom magamat ártatlanul, és ugye ugyanőnek is épnek, ugyanúgy ő is áldozat lett, Jézus is, milyennek kellett legyen, ugye miért beszélünk arról, hogy Jézus bűntelen volt? Azért, mert ő amikor azt mondta, hogy feláldozom magam, akkor ő neki ugyanazokat ott kellett betöltenie, mint az állatnak, épnek, egészségesnek kellett lennie, elsőszülöttnek kellett, hát egy csomó minden volt. Ezért lett Jézus például férfi. Ugye az utókor nem nőként emlékszik, hanem férfiként. Nem a nőket diszkriminálta ez, csak ugye az áldozati állatoknak a nagy része az hím volt, és nem nőstény. Ugye említettem nektek a múltkori áldozatban, álló áldozat, vagy a jóvártételben, tehát ott engedte meg egyedül az Isten a nőstény, de amúgy az állatok hím fajzású voltak, hímek voltak. És ezért ugye lehet látni, hogy ő ezért volt az, hogy Isten erre az áldozatra, ugye az állati áldozatra, hogy reagált Isten, egy évre be van fedezve, el vannak fedezve a engesztelés hatalom bűneire, de jövőre, Jom Kippurkor, újra jössz, sőt a mindennapi bűnökért, ugye, volt a reggeli és az esteli áldozat, a reggeli áldozat volt a éjszakai bűnökért, az esti áldozat volt a nappali bűnökért, sőt ugye már Jobbnál is hogy működött ez, Jobb is azt mondta, hogy inkább biztos, ami biztos, áldozok egyet, pedig ott még nem nagyon volt mózesi törvény, inkább, vagy legalábbis nem tudunk róla, különösen ha Jobb megelőzte a Mózesnek a korát, ugye ezt is vitatott, valószínű, mi történt, ott is azt mondja, hogy bemutatott áldozatunk, mert akik az Istenhez közeledtek, meg kell érteni az Ószövetségbe, nem lehetett másképp az Istenhez menni. Miért volt Jobb olyan különleges Isten számára? Azért, mert Jobb például a gyerekeiért úgy mutatta be az áldozatot, hogy ott még nem volt megírva, hogy Jobb mutass be, ő azt hogyan tette, mit mondasz, hogy a hátha vétkeztek. Tehát nem az volt, hogy vétkeztek, nem tudta, lehet, hogy ezek a gyerekek semmit nem csináltak, társasztak egész éjjel. Ő önként tette, és ez egy nagyon nagy különlegesség volt, és ezért mondja, hogy hol van, a vérben van, és ezért ugye engesztelést kellett szerezni. És ugye ezt kell megérteni, hogy ez egy kötelező dolog volt, de engesztelést szerzett, de Jézusnak a jelentkezése egy önkéntes dolog volt, hogy Jézus mondhatta volna azt, hogy neki ugyanúgy megvolt a szabad akarat, és azt mondta volna, hogy nem. És ugye ezért van az, hogy a két áldozat között, a bikák és a bakok vérénél miért jobb Jézus vére? Hát azért, mert az nem csak engesztelést szerzett, hanem egyszer és mindenkorra megváltást is szerzett. És nekünk már nem kell állati vért kiontanunk, miért? Mert helyettesítő áldozatként helyettünk kiomlott Jézus Krisztusnak a vére, és ő azt mondta, hogy ezzel nem csak magamat, hanem téged, mindenkit megváltott. És ez egy nagyon nagy különbség Isten kegyelméből. Ugye az Új Szövetség felé szólítja a keresztényeket több igében, hogy amilyen áldozatot mutatnak be az Úrnak, azt lehetőleg jó szívből, örömmel tegyék. Ugye itt az 1 Péter levélben, ha olvassak fel egy Péter levél, 1 Péter 2-5, következőt mondja, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által, vagy Jézus Krisztusban. Ugye mit jelent ez? Azt mondja a Biblia, hogy milyen szellemi áldozatok vannak. Hát például, hogy megtermelem a Szentlélek gyümölcseit. Öröm, jókedv, józanság, mértékletesség, sorolhatnám tovább, jószívűség, stb. Tehát ma Isten ebben gyönyörködik, amikor Jézus Krisztus áldozata bennünk,
azt elfogadva bennünk gyümölcsöt terem, és Istenemnek mindig is jobban elő, azt mondta, hogy soha nem gyönyörködött a bakok és a bikák vérében. Tehát ez nem úgy volt, hogy Isten egy liegett és várta, hogy már öljenek, tehát azt mondta, hogy nem gyönyörködött benne, ezért mondja azt, mondja, hogy ti magatok pedig, mi szellemi házzá, olyan szellemi áldozatokat mutassatok be, amelyek mindig is kedvesek voltak az Istennek. Hát ezért volt az, hogy az a Dávid, aki rengetegszer áthágta a törvényt, mégis miért volt kedves Istennek, mert amikor Isten elé ment, azt a szívből tette. Azt őszinte szívből tette, ezért nézzétek meg, nagyon messze elment. Tehát Dávid története azért is különleges, mert azért csak három dolgot kiemelve. Egyrészt lenyúlja a frigyládát a Szent Sátorból. Úgyhogy előtte, aki hozzányúlt, stb. Eleve Isten oda rendelte. Hát azt mondta, hogy ott van a helye, és Isten figyeljétek a saját rendelését. Mert Dávid miért hitt el a frigyládát? Azért hitt el, mert Jeruzsálemben létrehozta a 24 órás dicséretet. Tehát a Dávidi dicséret miről szólt? Éjjel és nappal dicsérték az Urat. És ez Istennek sokkal kevesebb volt, mint az, hogy ott a papok ugribugriztak, és ezért megengedte. Vagy ott van, ugye szintén Dávidnál maradva, ugye világosan le volt írva, hogy a szent kenyerekből csak a papok ehetnek. Dávidnak mi volt az egyedül indoka, hogy akart enni a szent kenyerekből? Éhes volt. Éhes volt. Nem csinált belőle nagy. Elmondta, hogy éhes. És az Isten ezért ezt kézzétek el, hogy még azt hagyná, hogy az Isten jóvá hagyta, ugye most a hagyján idézőjelben akkor, de az Istenek előtte kiket kellett még meggyőzni a papokat is. Mert azért a papoknak ezt azért át kellett nyomni az agyán, tehát ott Isten valószínűleg a papoknak megjelent és adott olyan kijelentést, amitől ugye ők képesek voltak arra, hogy ezt Dávidnak odaadják. Különben az illetők árán is neki mentek volna a királynak is. Tehát ők ezzel nem lacafacáztak volna, hanem simán neki mentek volna. Ezért nagyon fontos, hogy az Isten ez erre szólít fel bennünket, hogy mi nekünk ezeket már nem lehet kötelességből tenni, és hát azt látom, hogy nincs is nagyon nagy értelmes gyümölcse. Róma 12:1, kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istenek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat, ismeritek az igét. Tehát itt megint arra hívja fel a Biblia a figyelmet, hogy itt a mi odaszánásunk, az ne egy kötelességből legyen, hanem egyszerűen mint egy okos ember, aki tudja, hogy ez a legjobb, amit tehet, és ez az egyedül út, ahogy mehet az Istenhez. Ezért a puszta, ugye önmagában a puszta, ahol ugye kapták a törvényt is, és kapták az áldozati rendszereket is, a puszta az tulajdonképpen mindig egy ilyen, tehát ők a pusztából nem maradtak volna 40 évig, hogyha tényleg komolyan gondolják az Istenek, komolyan veszik az Istennel való mind a szövetséget, hát gondoljatok csak bele a szövetséget, mert akkor, hát amikor ő kapja a szövetséget, azzal párhuzamosan, ugye Mózes meg kapja, azzal párhuzamosan ő lent, meg is töri ezt a szövetséget. Tehát ez szinte párhuzamos esemény volt tulajdonképpen, mert ugye várták Mózest. Mózes már megkapta a törvényt, csak még a Szent Sátort is kapta, és közben ők az Isten pillanatok alatt lecserélték. Most képzeljétek el, hogy ugye aztán utána összetörte Mózes a törvénytáblát, de utána ne felejtsétek el, a történet úgy folytatódott, hogy Mózes még egyszer visszament a helyre, és kapott új törvénytáblát. Miért? Mert Isten mondta Mózesnek meggyőződésem, hogy figyelj Mózes, ha nem adunk törvényt, akkor még nézd meg, mi lett belőle. Nézd meg néhány nap, meddig 30 napig volt a szem a hegyen, vagy 40 napig. Tehát nézzétek, 40 nap alatt, nem egy nagy idő, 40 nap alatt mi történt? Teljesen elfelejtették azt az Istent, aki kihozta őket Egyiptomból. Pedig ők nem panaszkodhattak arra, hogy nem látták az Isten csodáit. Már Egyiptomban még meg sem mozdította őket az Isten, csak gondoljatok a páskára, ugye a vér felkenésére, akkor gondoljatok a tíz csapásra, tulajdonképpen őket egyetlen egy csapásra érintette, aztán akkor gondoljatok rá, hogy a Vöröstenger ketté nyílt, aztán ugye az egyiptomiak jöttek utánuk, nem érték őket, tudom, belevesznek a tengerbe, száraz lába jöttek át a tengeren, tehát azért lemennek egy mit tudom, hogy milyen mély mederbe, ahol hát
Most ha hirtelen kiszáradna a Balaton, azért nem lehetne átmenni rajta száraz lábbal, mert ott még azért hetekig, hónapokig ugye kocsogna az iszakba. Ezért nagyon fontos volt ez, hogy ugye pillanatok alatt, ha embereken múlik, pillanatok alatt lecserélt, és ezért mondta neki Isteni Mózes, nem, gyere vissza, összerakjuk újra ezt a törvénytáblát, mert egyszerűen nincsenek így értelme, hogy ezt feladjuk, tehát hála Istennek, hogy nem adta fel. Tehát a puszta az mindig olyan földi jelenségek, körülmények voltak, ami által ugye próbára lett téve az embereknek a hite. Ugye ezért ugye a pusztát, mint vándorlást, ugye miért kapjuk meg? Az, amikor próbába kerül az embernek a hite, ugye itt nagyon sokszor sokan azt érzik, hogy puszta az élet. A puszta az adott. A pusztát, az ószövetségi pusztát azért kaptuk, azért olvassuk, hogy ha pusztába keveredik az életünk, akkor azt tudnunk kell már az elején, hogy ebből kétféle módon jöttünk ki. Kóvályoghatunk 40 évig benne is elveszhetünk, és még egy, hogyha engedelmesek vagyunk, akkor átjövünk rajta, és mi történik? Ha átjövünk rajta, megerősödik a hitünk. Ugyanez a választás volt a zsidóknál is. Tehát a pusztát nem csak egy népnek a története, hanem a pusztának van egy szellemi kijelentés benne, hogy ma ugye azért sok ember belefárad az Isten keresésében, mert amikor beleér az élete a pusztába, akkor ott kapunk, ugye Jakab mit mond, hatalmas öröknek tartsuk, miért? Mert kapunk arra a lehetőséget a pusztában, hogy megerősödjön a hitünk. De van egy másik oldal is a pusztának, és ma ezért toporognak sokan a pusztában, ma ugyanúgy beragadnak keresztények is a pusztában, miért? Mert a pusztában elkezd hogy viselkedni? Engedetlenül makacsul, nyakasul, az Istenből csak a fűt kell, a manna kell, a víz kell, semmi más nem kell az Istenből. Hát figyeljetek, nagyon kevesen voltak azok, akiknek több kellett az Istenből. Hát még Mózes közvetlen környezetében is ott volt, ugye, Áron és Miriamnek. Ne felejtsetek el, hogy ők azért egyszer ott álltak a szőnyeg szélén, amikor fellázadtak és azt mondták, hogy talán majd minden a Mózesen keresztül történik. És akkor ugye, ne felejtsetek el, ez a történet azért úgy zajlott, hogy Isten maga megjelent és azt mondja, hogy igen. Mert azt mondja, Mózes az egyedüli, akivel úgy szólok, mint ahogy ember beszél az emberrel. Színről színre. És ugye nem volt ott még egy olyan személy, akivel így beszélt az Isten, hogy színről színre. A többiekkel hogy beszélt az Isten? Itt a törvény, betartod, jó, nem tartod be, húzzá le, kész, ennyi. De a Mózessel hogy beszélt? Színről színre beszélt a Mózessel. Ugye ezért is volt az, hogy Mózesre hallgatott az Isten, ha belegondoltok, ez egy megdöbbentő dolog, hogy Isten eldönt valamit, és Mózes meg lebeszélni volna. Például Isten eldöntötte azt, ugye azt mondta Isten, hogy elpusztítom ezt a népet, és te belőle a te magodból majd újra csinálod. És Mózes azt mondta, de hát nem, ez két dologról. Ugye itt azért egy érdekes dolog történik, mert tulajdonképpen egy Isten hajlandó lett volna az ábrahámi szövetséget is felvonítani. És ugye Mózes felhívta a figyelmét rá, hogy nem, de te már tette egy ígéretet, ezt ne tedd meg, ne kövesd ezt, és akkor Isten meg tudta győzni. És ezért nagyon érdekes ez, de összegezve az italáldozatot, én azt gondolom, hogy ez azért volt egy kísérő áldozat, mert azok, akik örömmel csinálták az Isten szolgálatát, azok többek voltak az Ószövetségben is, azokból lettek a hit hősei, mert azok nem törvény betartása miatt, a bakok, a bikák, a tulkok vére miatt, hanem azért, mert ugyanolyan jó szívük volt az Istenhez, és ők szabad akaratból örömmel, meg miért tudták ezt csinálni különben? Azért, mert megismerték az Isten. Dávidról mit mondott? Szívem szerint való férfi. Mit jelent ez? Hát az, hogy ismerte Dávid az Úrnak a szívét. Ezt a Dávid oldaláról megnézed, akkor miért volt Dávid Isten szíve szerint való férfi? Mert Dávid tudta, hogy milyen az Isten szíve. Hát ennyi, őnek is tudni kellett, hogy milyen. És látjátok, ez nem zárta ki azt, hogy ne kövessen el hibánkat, de tudta ezeket korrigálni. Nagyon érdekes, hogy összeszedtem nektek a végére, hogy az Ószövetségben, és ez azért fontos, mert ugye a törvény és az áldozati rendszer, ugye a törvény szabályozta a bűnt, hogy lehet elkerülni, kikerülni, az áldozati rendszer pedig korrigálta az elkövetett bűnt. Ezért egy nagy különbség. Aki be tudta tartani a törvényt, azt tulajdonképpen nem kellett volna áldozom. De tudjuk, hogy ezt nem tudták. Ezért az Isten először mit csinált? Adta a törvényt, és úgy gondolta, hogy ezt be fogják tudni tartani. De ugye lásd, Mózes első útja a hegyről már bizonyította, hogy nem, ezért ugye a Szent Sátorban adott egy áldozati rendszert is. Ezt még nem olvastam föl nektek, ezt föl akarom olvasni. Azt mondja 3 Mózes 1:1.
Szólítá Mózes, hogy a három Mózes könyve ír az áldozati rendszerekről. Szólítá Mózest, és beszéle vele az Úr a gyülekezet sátorából, és mondja, szólj Izrael fiának, és akik elindul az égő áldozatra. Tehát ezért nagyon fontos dolog, hogy az áldozati rendszer nem azért volt Mózes 40 napig a hegyen, mert ott írta az áldozati rendszer. Az áldozati rendszer az annak a következménye lett, hogy nem tudták betartani a törvényt, vagy nem akarták. És az Isten mit csinál? Mi az áldozati rendszer tulajdonképpen? Istennek egy még nagyobb kegyelme, mert aki nem tudta betartani a törvényt, annak volt még egy menekülési útvonala, az áldozati rendszer. Annak, aki se a törvényt nem tudta betartani, és se nem vett részt az áldozati rendszerbe, annak nem volt menekülési útja, annak lezárult. Tehát adott tulajdonképpen egy ilyen lehetőséget az embereknek. Összeszedtem csak így érdekességképpen, hogy a legsűrűbben elkövetett bűnök mik voltak. Ez csak azért érdekességképpen, mert nagyon tanulságos különben, és még gondolkodom rajta, hogy szabadon is majd megemlítem. 4 Mózes 11.1.2, és lőn, hogy panaszkodott a nép az Úr hallatára, hogy rosszul van dolga, és meghallotta az Úr, és haragra gerjedt. Ez csak azért jelzem, mert ugye ma a panaszkodás, hát én nem tudom, de egyszerűen, ugye én rengeteg ember átfut a kezem alatt, a szívem alatt, a mindenhol, és egyszerűen olyan mértékű panaszkodás, mint ami ma megy keresztények között, őszintén leszek hozzátok, betegszik, ami zajlik a világban, betegszik vele. Tehát nem mondom, hogy kevesebb, hanem azért mondom, hogy betegszik, ugye? Csak azért jelzem a panaszkodással kapcsolatban az Isten reakcióját. És lőn, hogy panaszkodik a nép az Úr hallatára. Tehát ugye itt két dolgot tudunk, most a panaszkodást leveszünk, egyrészt a panaszkodást az Úr hallja. És miért panaszkodott a nép, hogy rosszul van dolga? Ugye ma is panaszkodnak az emberek, rosszul van dolgok, ezért elmennek messzi vidékekre, elmennek dolgozni pénzért, utána még rosszabbul lesz a dolgok. Látom Ukrajnában, mert ugye most onnan jöttem, hétvégén ott voltam, látom a helyzetet, tehát elmentek, lehet, hogy van szép tévé, szép autó, szép, de maga az élet, maga az Úrral való kapcsolatunk, az katasztrófa. Tehát kész, semmi. Eltűnt tulajdonképpen. Ugye azt mondja, hogy miért panaszkodott, hogy rosszul van dolga. Ugye ha rosszul megy a dolgom, ebből mit lehet kiolvasni ebből az igéből, arra nem megoldás a panaszkodás. Minden más lehet csinálni, de biztos, hogy nem megoldás a panaszkodás. Miért? Mert a panaszkodás, olvassuk, mit váltott ki az Úrból, haragot. Hát ha belegondolsz szülőként, én ugye tudom, hogyha egy gyerekem panaszkodik, az belőle nem részvétet vált ki, és nem sírást megvan, hanem indulatot vált ki, és egyszerűen meg tudnám csapkodni. Mert egyszerűen nem igaz, hogy nem látja, hogy az ennyire nem rossz a helyzet. És amúgy azokból az emberekből tényleg, amikor az ember Isten félelemmel él, és állandóan valaki ez nincs, az nincs, az nincs, szóval legszívesebben kézrátétellel szolgálnék felé, tényleg, de és elhamarkodott kézrátétellel, azaz felpofoznám, mert egyszerűen vedd már észre, hogy mi az, hogy nincs, hát nincs háború, nincs éhínség, hát itt most ember, hát állj meg a menet, hát nem csak úgy tudjuk szemételni az életünket, hogy rengeteg pénzünk van, hát meg kell osztani az időnket, ki kell menni egy szép erdőbe, élvezni a természetet, kell barátokat keresnie. Ezernyi oka van, amúgy csak pénzt teszi boldogabbá az életünket, esetleg könnyebbé, de boldogabbá, semmiképpen nem teszi. És olvassuk, hogy nem csak hogy haragra gerjedt, hanem azt olvassuk az Úrról, hogy ellenük is ment, és az Úr tüze megemésztette a tábornak a szélét. Tehát lehet látni, hogy a panaszkodás azt váltotta ki ugye az Istenből, hogy egy kicsit zavos lett, és a zavosságának úgy adott hangot, hogy egy kicsit megpörkölte még a meglévő helyzetet is, egy kicsit alányította a helyzetnek. De nagyon fontos, hogy a panaszkodás áll a legelső helyen a bűnökben. A panaszkodás áll a legelső helyen. És ha megnézitek a mai társadalmat, nyugodt szívvel, fölültök egy buszra vagy bármire, egyszerűen katasztrófa. Néztek meg egy híradót, bármit, hát egyszerűen tényleg az első helyen állít. Nem is figyeltem erre, csak ma, hogy néztem ezt az igét, ma jöttem erre rá, hogy ez tényleg katasztrófa. 4 Mózes 21. És eljutának Izrael fiai és egész gyülekezet a Cín pusztájába az első hónapnak,
hónapban is megtelepedik a nép Kádesben, és meghalt ott Miriam, és eltemettetik ott, de nem volt vize a gyülekezetnek, ezért összegyűltek azért Mózes és Áron ellen, és panaszkodott a nép Mózessel szólalnak mondván, vaj, ha haltunk volna meg, mikor megholtak a mi atyánk férjhez úr előtt, és miért hoztatok, stb. Ugye, itt is jelzi a panaszkodást. Ugye, van a másik kategória, ezt is szeretném elmondani, szintén a 4 Mózesben írja le, ugye 4 Mózes nagyon jól összefoglalja a történteket, 4 Mózes 11.4. De a gyülevész nép, amely köztük volt, kívánságba esik, és Izrael fia is újra siránkozni kezdenének, ugye egy zugolódni használja az ige, és mondanak, kicsoda ad nekünk húst. És akkor itt olvassátok, tudjátok, hogy Egyiptomban ők mennyi húst tettek, stb. Tehát itt egy kicsit már meg is változtatták a történelmet, semmi húst nem ettek, ugye rabszolgák voltak. Ugye miért fontos dolog ez? Mert a panaszkodás mindig a zugolódást követi, tehát a zugolódás az már egy konkrét lázadás. Olvassuk, hogy itt mi történt. Itt már ugye oda mentek Mózeshez és Áronhoz, és még egy nagyon fontos dolog volt, hogy azt mondja, hogy volt köztük ugye gyülevész nép. A gyülevész népet két részre is, két dologra is érthetjük. Egyik, akik a vándorlás során csapottak hozzájuk, ezeket is gyülevész népnek hívja a Biblia, mert a vándorlás során azért mindig csapottak hozzájuk népek. A másik a gyülevész nép tulajdonképpen az, és ezt tudom, hogy most fájdalmas lesz, de a gyülevész nép azt arra is mondja a Biblia, amikor azért vannak csak az Isten között, hogy megkapják azt, amit várnak az Istentől. Tehát például ugye nem vesz a figyelembe, de én azért is szakadt meg a szívem így ennek a Benihim, hát, na jó, nagy kényszerrel, de Benihim testvérnek a szolgálatán, mert ugye ott azt láttam, hogy tulajdonképpen nem Isten mentek oda keresni az emberek, hanem a gyógyulásért, az áldásért, ezekért mentek oda. Ugye nem is véletlenül a két fűzenet, a gyógyulás és az áldás volt. Ki lett áldott, ki gyógyult meg, ezt most hagyjuk, de ugye a gyülevész nép az azt is jelenti, hogy ugye mit mond, a gyülevész nép, amely köztük vala kívánságba esik, és az Izrael fiai is újra siránkozni kezdtek. Tehát mi történik? A gyülevész nép állandóan mit traktál? Kívánságokat traktál. Tehát egy gyülekezetben is, ha vannak emberek, akik ezt is kéne, azt is kéne, majd ezt megadja az Úr, mert hogy állandóan ezt nyomják, akkor mi történik a többivel, aki amúgy az Istenért megy oda, kívánságba esik, és azt mondja, hogy hát ez tényleg, hát ezt nekem is megadhatná az Isten. És ezért ugye a gyülevész népet erre is mondja, és ezért ugye a zúgolódás, csak gondoljatok bele, hogy milyen zúgolódás volt, tulajdonképpen, ha belegondoltok, miért zúgolódtak? Azért zúgolódtak, mert az üres, száraz, esőtelen, kihalt pusztában csak mannát ettek. Magyarán mondom, biztosítva volt. Ez épp olyan, értitek, mint egy olyan ember, akit csak komolyan mondom, nem lehet táplálni már természetes módon, és ugye rákapcsolják az infúzióra. Akkor elkezdeni letépkedni magával az infúziót, szétrugni, üvöltözni az orvosokkal, hogy miért ezt a vackot adják neki, hogy neki miért nem adnak libacokat. És az orvosok meg elmondják meg, hogy ember, hát, ha ezt letéped magadról, nem maradsz életben, meghalsz. Ugye ezek, ha nem kapták volna a mannát, akkor meghaltak volna. És mi ellen zugolódtak? A mannát. Tehát a zugolódás az már egy nagyobb foka a dolognak, de ugye ez nagyon fontos a szedett velet népről, a csőcselékről beszélni, mert ugye a bibliai főleg azokra gondol, akik csapottak hozzájuk, de ugyanúgy megvan ez a mai egyházban is, akik a kívánságaik miatt keresik az Istent. De sehol nincs megírva, hogy a kívánságai miatt kell keresni az Istent. Hát pontosan ezt használja ki a jóléti evangélium. Erre alapoz, az emberi kívánságokra alapoz, ezért ilyen népszerű. Ezért a valóságos élő igét hirdetsz, az az embereket nem érdekli, de ha valami áldást hirdetsz, vagy gyógyulást, az mindjárt tízezreket érdekel. Hát ez biztos, hogy nincs rendjén. Ez nekem hiába akarják beüzenítani, ez biztos, hogy nincs rendjén. És ezért nagyon fontos, hogy ez volt a második. Tehát a panaszkodás, a zúgolódás, csak jelzem, hogy még itt házasságtörés sehol nem vagyunk rá, ami nem értem, ugye a mostani gyülekezetekben a házasságtörés, meg ezeket félreértsétek, nem támogatom, de miért rakják az első helyre? Hát azért, mert az a leglátványosabb, és ezzel tudják leplezni az ő saját panaszkodó, zugolódó szemétségeiket. És ugye, ha megnézitek az Ószövetségben, azért is gyűjtöttem ezt ki, sokkal többször volt panaszkodás, meg zugolódás, mint házasságtörés. Sokkal többször. Milyen érdekes, hogy a szájukkal mit kezdtek. Hát, hogy nem lehet? Mint a tetteik. Hát ezt nem is nem. Tehát onnan indult. Nem is életről mondja a Biblia, ugye, hogy aki a szájával nem védkezik.
tökéletes ember. Jó? A harmadik, ugye az a négy Mózes, szintén itt a négy Mózes 12-ben írja le, ugye 12, 15, 16. Mirjam pedig és Áron szóltak Mózes ellen a kusita asszony miatt, akit feleségül vett, mert kusita asszony tett vala a feleségül. Ugye itt van egy alapvető szituáció, el is megérnek különböző tanítás, hogy Mózes feleségül vette egy kusita asszonyt, ugye, és ez nem nagyon tetszett a család apraja nagyjának. Gondolom, hogy most nem mennék bele, de megérne egy történetet, hogy Mózes milyen dolgot tett, mi az, hogy egy idegen nőt vett feleségül, mindegy. És mondjának, és ugye mi történt, mivel Mózes nem foglalkozott velük, nem érdekelte a kritikája, ezért ugye váltottak, és mit csináltak? Elkezdtek egy újabb dolgot, mert ugye az eredendő probléma mi volt, hogy Mózes kusita azt, hogy tett elő. De nézzétek, mivel Mózes nem hajlandó ezen változtatni, akkor mi történik? Avagy mondják, avagy csak Mózes által szólt az Úr, avagy nem szólott-e, mi általunk is az Úr. Ugye itt már mindjárt egy nagyon érdekes dolog van, és ez a harmadik, ami a legtöbbet szerepel, hogy a gonosz beszédek, azok általában hitető beszédek is. Mit jelent a hitetés? Azt jelenti, hogy hitetés valami olyan hitetel az emberrel, ami nem Isten akarta. Ők mit akartak elhitetni? Azt akarták elhitetni, hogy nem csak Mózesen keresztül szól az Úr. Erre azt mondja, hogy figyeljetek, mi az Isten reakcióra, mindjárt mondja az Úr Mózesnek, Áron, Mózes, Mirjam, menjetek ti hárman a gyülekezet sátorába. Akkor leszállt az Úr felülnek oszlopába, megállott a sátor nyílásánál, és szólította Áron, Mirjamot, és kimentek mind a ketten. Mózes maradt. Hát ugye a háromon felálltak egy sorba, szönyeg szélére, ugye az íróasztal elé már csak Áron ment, és Mirjam ment, és mondta, halljátok most az én beszédemet. Ha valaki az Úr profétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal. Nem így az én szolgámmal, Mózessel, aki az én egész házamban hű, szemtől szembe szólok vele, és nyilvánvaló látásban, nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja, miért nem féltetek hát szólani az én szolgám ellen, Mózes ellen. Felgyullad az Úr haragja, amalatt tudjátok, mi történik, poklosok lesznek. És akkor mi történik utána? Hát az történik, hogy Mózes, mondta azért az Áron Mózesnek, kérlek Uram, ne tulajdoníts nekünk. Miért, kinek mondta, mondta azért Áron Mózesnek. Kicsit megváltozott a hangnem. Azt mondja a Mózesnek, a ki volt Mózes Áronnak, tesója. Mit mond neki? Kérlek Uram, ne tulajdoníts nekünk. Mindjárt megváltozott a kommunikáció. Mindjárt rájöttek, hogy akkor most kin keresztül szól az Isten? Tehát mindjárt értelmű volt számukra. Ez amúgy nem gond, nincs gond vele, mert ezek legalább tudták korrigálni. Ugye ott voltak kóréink, ők annyira nem tudták korrigálni magukat, ők tudták korrigálni, és akkor kiállt azért Mózest az Úrhoz, mondták, Isten kérlek, gyógyíts meg őt. És akkor ugye, stb. Meggyógyulták. Ez mit jelent? Ugye a harmadik dolog, hogy a panaszkodó és a zuggolódásból mindig kijön egy olyan beszéd, ami tulajdonképpen elválasztja az ember, ez a hitető beszéd, ami elválasztja az embereket. Itt értettem meg, amit mond Timóteusnak Pál, hogy az utolsó időkben az emberek hitető beszédekre vallanak, és mi készíti elő a hitető beszédeknek az útját? A panaszkodás és a zuggolódás. És ezért van az, hogy ma iszonyatosan csak próbáljátok meg szombatot. Gyertek csak, pedig mi egy jó gyülekezet vagyunk, és itt is csak próbáld meg, hogy találsz panaszt, nem kell nagyon nagyítózni azért. Most kézzétek, ahol ez rendszer szinten van támogatva. Úgyhogy ezért nagyon fontos volt, hogy a panasz és a zuggolódásból lesz a hitető, hazug, gonosz beszéd, és ugye ez abból a mások, hogy ez más színben mit akartak Mózesék, vagy Mirjam és Áron elhitetni népkel? Hogy Mózesnek az Isten szemében levő jelentőségét akarták szinte lenullázni. És ezt engedte Isten? Nem annyira engedte Isten. A negyedik, amit ide fölírtam, hogy ezekből a zugolódó, panaszkodó, gonosz beszédekből lesznek a hitetlen beszédek is. Ugye 4 Mózes 13, mit jelent a hitetlen beszéd? Hát ilyet is hallunk ma bőven a gyülekezetben. Hát lehet, hogy őt meggyógyítja az Isten, de engem biztos, hogy nem.
És jól lehet Káleb lecsendesíti Mózes ellen a háborgó népet, és azt mondja vala, bátran felmehetünk és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Mi történik itt? Ugye a kémeknek a története. Isten megígéri már Mózesnek, hogy kijöttök, bementek az ígéret földjére. Ez az ígéret nincs visszamonva, sőt, többször meg van erősítve. Már ott vannak az ígéret földjének a határán, beküldik a kémeket, ebből 8 azt mondja, hogy ezt nem lehet elfoglalni. Mit mond ezzel a 8? Hazudott az öreg, kamuzott, átvert bennünket, megszivatott, nincs semmi. És akkor 2-en rájönnek, hogy mi is történik itt, mi is történik itt. Nem véletlenül, csak jelzem, hogy ennek a két kémnek a családja volt az, akik bementek az ígéret földjére. Többiek azok meghaltak a pusztában. És ugye milyen beszéd volt ez? Ez a sok zúgolódó, panaszkodó, gonosz, hitetlen beszéd egyszerűen mivé változott? Hitetlen beszéd, és a hitetlen beszédnek ugyanolyan eleje van, mint a hit beszédének. Tehát ugye amikor sokat mondja magára az ember, hogy jaj, de hülye vagyok, jaj, de hülye, akkor nem kell csodálkozni, hogy így után tényleg. Most nem azt, hogy megbolondul, de tényleg letompul az agya, a szürke álom, egy kicsit elmegy. És ezért ugye a negatív, hitetlen beszéd is, ezt az egész negyedik részt, ugye ezt a kémeknél nagyon jól lehet látni. Aztán ugye ezeket mind továbbfejlesztve a következő, az ötödik ilyen legtöbbet szereplő bűn az ószövetségben, 4 Mózes 16:1. Kóré pedig az Icár fia, a Lévi fiának és Kéhátnak fia és itt már látjuk, hogy itt már teljesen továbbfejlesztették, támadtak Mózes ellen, és velük Izrael fiai közül 250 ember, akik a gyülekezetnek fejedelmei voltak, tanácsbeli híres nevös emberek. Tehát mi történt? Ugye a Kóré csapata, akik ugye szedett-vedett jövevény népek voltak, hogy egy kicsit visszaugorjunk, ugye a zúgolódó, a panaszkodó, a hitető beszédeivel, kiket vontak be a Mózes elleni támadásba, de ezért megdöbbentő lehet, hogy elkerült a figyelmeteket, 250 embert, akik a gyülekezetnek a fejedelmei voltak. Tanácsbeli híres neves emberek. Ezektől mentek az emberek tanácsot kérni. Ezektől mentek igazságot kérni. És gyülekezének Mózes ellen és Áron ellen is mondták neki, sokat tulajdonítatok magadnak. Tehát látjátok a ilyen egyetfejlődés a bűnökből, hogy az egyikből következik a másik. Tudjátok, itt még mindig nem jutottunk el sehová, mert még mindig lesz egy majd, és akkor befejezem, de itt lehet megérteni, csak azért utalok vissza rá, és tudom, sokan azt hiszik, hogy én támogatom ezt, egyáltalán nem támogatom, de itt lehet megérteni Jézusnak a mondatát, hogy a paráznák, a házasságtörők, a vámszedők megelőznek benneteket az Isten országába. Miért? Mert egyszerűen jobban le tudja vetkőzni, mert ugye az egyik erős, ha az egyikből nem tér meg, akkor megy tovább a fokozatba. És itt már mi történik? Figyeljetek, a Kóréjéké egy különleges eset volt, itt már egy nyílt lázadás volt, és itt már nem csak a Kóré, mert ugye az előzőt, amit olvastam, ott kiarcoskodott, a Mírján meg az Áron. Viszonylag szűk körbe maradt. Ők egymást tufolták. De itt már nem, itt már képzeljétek el, hogy a 250 híres tanácsbeli fejedelem, gyülekezet fejedelmei, hány tízezer embert rántottak be Mózes ellen. Hát azért, ha megnézitek, nem akarom most felolvasni, de ennek a Kóré bulinak, hát azért nem kis áldozatai voltak, nem kevés, és nem akármilyen volt. Jó, tehát itt a lázadásba következik ez, és ugye, amiből az ember nem tér meg a lázadásból, 4 Mózes 25:1, akkor elérünk a... ugye itt időrendben is ez egymás után következett, és azt mondja, hogy mikor Sittimben lakozott vala Izrael, kezdve a nép paráználkodni a Moab lányaival. Ez önmagában még úgy helyen közel helyre hozható lett volna, de van a második vers, mert azáltal, hogy paráználkodtak a lányaival, még egy dolog történt, mert hivogatták a népet az ő isteneik áldozataira, és elég a nép és imáda azoknak isteneit, és odaszegődik Izrael Bálpeorhoz, az Úr haragja pedig felgerjedt Izraelben, és mondta Mózesnek, vedd elő a népnek minden főemberét, és akasztasd fel őket az Úrnak fényes nappal, hogy elforduljon az Úrnak a haragjának gerjedése Izraeltől. Itt azért megint van egy nagyon durva mondat, vedd elő a népnek minden, és az az, hogy minden főemberét. Nem véletlenül ugye a vezetőkön azért van nagy hangsúly, hogy a vezetőket megmalmozza az ördög, viszik a népet. És megmondom őszintén, hogy fáj a szívem, hogy az ilyen jól indult emberek,
a Benin is, és viszik el az embereket a mánásba. Tehát egyszerűen ez a veszély ennek. Ma már nem akasztja fel az Úr őket, félre ne értsetek, mert kegyelmet akar nekik is adni. Csak a sansza megvan, hogyha egy ilyen ember, akinek százezekre, milliókra van hatása, és az elcsúszik, akkor bizony menthetetlenül viszi magával az embereket. Tehát ugye mi történik? Belekerül a legnagyobb bűnbe, ugye, amivel tulajdonképpen nem, hogy az áldozatot, tulajdonképpen megszegi a legelső parancsolatot, amit itt mondok. Ne legyenek néked idegen isteneidén előttem. Tehát mi történik ebben a folyamatban tulajdonképpen? Miért ezek a legsúlyosabb bűnök? Mert ezekkel a bűnökkel tulajdonképpen leváltották az Istent. Na, tetszik. Kilőtték az Istent. Kész. Ennyi. Ezért, ha megnézitek, nagyon súlyosan büntette Isten a bálványimra. És csak gondoljátok ott, amikor összetörték az aranyborit, és meg kellett itatni meg. Most bocsánat, törtek egy házasságot, megkövezték őket, meghaltak, kész. Szóval én szerintem aranyporivás, vagy a föld megnyílik, és elvenem hullanak a pokolba, ugye mondja itt Kórénál. Tehát itt azért ezek hát ennél kegyesebb halálkövezés szerintem, mint az, hogy zuhansz le a pokolig, és hogy élve megjelensz a pokolba, és kész. Tehát ezek nem is tudjuk felfogni ezeket. Tehát magyarán mondva azért sorolottam ezeket nektek föl, hogy az áldozatok, az áldozati rendszer az ezeknek a bűnöknek a megbánására és engesztelésére szolgál, és azért érdekes, hogy ha már engesztelésre beszélünk bűnökről, akkor ez azért érdekes volt, hogy mik voltak a legsúlyosabbak, vagy legtöbbször előfordulók, és csak azért szeretném mondani, hogy ez a világ és ez az egyház is, ami ma van, ez azt gondolom, hogy megindult egy olyan lejtőn, ami sokkal súlyosabb, mint a parázasság és a házasságtörés, mert a panaszkodásból, a zugolódásból el fog jutni, sőt, bár el is jutott a bálványimádásig. Bálványimádás az, amikor egy emberi szó, egy gyülekezet, egy szabályrendszer fontosabb az ember számára, mint magának az Istennek a szava, és nézzétek meg, ma azért ez a bálványimádás olyanná fejlődött, hogy nincs is az embereknek igényük az Isten szavára. Elég, ha az X vagy az Y megmondja a tutit. Nincs az embereknek, tehát nincs az, hogy na most én akkor hazamegyek és megkérdezem, hogy Uram, te is így gondolod? Tényleg te is így gondolod, hogy ha én most adok neked 10.000 forintot, akkor te 20-at adsz vissza, mert ugye dupla. És akkor miért leszek én boldogabb attól, hogy te most a 10-es helyett egy 20-ast adtál? Vagy azt akarod tényleg, hogy akkor most 10 milliót adjak? Hogy 20 millió legyen. De hát én nem tudok 10 milliót adni, akkor én most, ha csak egy 500-es tudok adni, akkor csak egy 1000-est kapok. Tehát ez értitek, és akkor ilyenbe belevinni az embereket, vagy ha nem gyógyulsz, meg nem hiszel, meg biztos bűn van az életedben, azért nem gyógyultál meg. Tehát ezek, erre maga a Biblia cáfor rá, ugye, amikor a vaktól, ugye ugyanez a felfogás volt, hogy ugye azt mondjuk a zsidó, hogyha valamivel születik, akkor ezért van Ukrajnában egy kisfiú is, és születésétől fogva, amit lát, és most több műtétet próbálkoznak rajta, de most már úgy volt, hogy látni fog valamennyire, de most megint csak 2-3-4%-os a látás, tehát gyakorlatilag vak. Egy 2%-os látás, az talán foltott, de még az sem. És olyan megdöbbentő, ugye, hogy hát láttam, a szülők is sokszor emészték, nem mertek több gyereket vállalni, és ahogy egy nagyon tisztességes, mind az apuka, mind az anyuka egy nagyon dolgos, nagyon tisztességes, nagyon istenfélő emberek. És ugye ezért tették fel a zsidók is a kérdést, hogy a széle vaktából, hogy mit csinált ő vagy ennek a szülei? És akkor mondja Isten, hogy mondja Jézus, hogy semmit nem csinált. Ez azért van, hogy az Úr neve megdicsőítessék. Ugye ebben az esetben, hogy dicsőítetett meg az Úr neve, úgyhogy meggyógyult. De én azt gondolom, hogy van egy csomó ember, aki úgy éli le az életét, hogy van valami betegsége, van valami fájdalma, én mindig szoktam hozni ezt a kézláb nélküli embert is, de szóval az Isten azt akarja ezzel megmutatni, hogy egyrészt tud ő használni sokszor bennünket a nyomorúságunkkal együtt is, tehát nem is kérdés, másrészt pedig sok mindent akkor kapunk meg, amikor már lehetünk, mert akkor már tudja az Isten, hogy akkor ő a... Szóval az Istent megrakjuk ha az Istent rakjuk először a méltó helyére, akkor a többi dolog elrendeződik. Ha nem rakjuk a helyére, akkor mindig egy káosz marad. És ezért az áldozati rendszer és a törvény is, ezért volt, de ugye most az utóbbi hat alkalommal az áldozati rendszert vettük, azért volt, hogy az emberek a helyére tudják rakni az Istent, hogy a dolgaik elrendeződjenek. Amúgy különben az áldozati rendszernek is lehetett az az eredménye, amikor azt mondja az egyik ember, hogy csak fölmegyek Jeruzsálemre, ami rendben vagyok.
végignézte az életét, és rendben volt. Tehát Jobb sem azért áldozott, mert nem volt rendben, hanem miért áldozott? Másokért. És ez egy nagyon fontos, nem olvasok, hogy Jobb saját magáért áldozott. Tehát az áldozati rendszer az csak egy lehetőség volt, de nem kellett. Nem kellett az állatot levágni, hogyha nem voltak. Ugye egy volt, ami kötelező volt, ugye a Jom Kippur, de az ne felejtsétek el, az nem egyénekért ment, hanem az a népért ment. És az áldozati rendszer az mindig amit a főpap csinált, ugye a Jom Kippurkor, az mindig a népért ment. Az egész Izraelért. És azok, amiket egyénileg vittek, annak mentek a saját életükre. De ez egy fontos dolog volt a kapcsolattartásban, tehát igazán az egésznek az emlényi, hogy Isten mindig is, még a legnagyobb időben is felekedett arra, hogy megmaradjon a kapcsolattartás, de ugye az új szövetségben ez a kapcsolattartás az leegyszeresedett. Aki Jézus nevében jön az Atyához, az oda megy. Mert nem lehet más népben menni az Atyához, csak most már nem lehet bakok, bikák, turkok révében menni az Atyához, csak egy névben lehet menni, Jézus nevében lehet menni. És ugye aki ki tudja használni Jézus nevét, az, aki hisz Jézus Krisztusban. Ezért ugye ma két részre szakadt a világ, az egyik az hisz Jézus Krisztusban, a másik pedig használja Jézus Krisztusnak a nevét a saját boldogulására. És nekem ez a bajom ezzel a sok szemfényvesztővel, hogy ha a saját tehetségüket, a saját nevüket, a saját vállalkozásukat és a saját okosságukat használnák, még a kalapomat is megemelni. De ők, mert az emberek nem azért nyílnak meg egy XY előtt, mert ő annyira tehetséges és ügyes ember, hanem azért, mert az embereket Isten nevével manipulálja és viszi csalásba és hitetésbe. Mert még sokkal tisztességesnek tartanos, hogy jelentsetek a Mark Zuckerberget, aki a Facebook alapítója, mert ő legalább a saját nevével és a saját okosságával itt. Most az majd kiderül, hogy nagyon rossz vagy nagyon jó irányba emberek milliói. De ő például emberek milliárdjai, nem elért valamit. De nem próbálja meg ezt misztifikálni, hanem ő ezt elérte kész, tisztelt, megérdemli a tiszteletet. Valami olyat talál ki, amit még ember soha. De azok, akik úgy, és ebből irdatlan pénzt keresett, tehát lehet látni, hogy lehet itt azért okossággal, tehetséggel is pénzt keresni, de nem kell az Úr nevét használni, már így állandóan, direktben mindig, hanem nem is tudom, hogy ez a fiú egyáltalán Isten fél ember vagy. Egy csomó ember úgy van megállva ezen a földön, hogy nem is tudjuk, hogy Isten félre vagy nem. Sőt, lehet, hogy nem. Egyszerűen csak a tehetsége működésbe lépett. De ugye ezek az emberek mit csinálnak? Hát ezek azt csinálják, hogy előveszik az Úrnak a nevét, és azok, akik őszintén szeretik és keresik az Istent, azokat próbálják mindenféle csalóhitető hamis beszédekkel tév irányba vinni, és ugye ennek az a következő, hogy eltávolodnak az Istentől, és rácuppannak arra a személyre, aki az Isten nevében végzi ezeket a bűnbányokat, és hát ezért ugye itt a történetből is, amit felolvastam, ugye itt is az derül ki, hogy ugye Áron és Miriam egy kicsit irigylet Mózesre. És ugye azt mondták, hogy csak a Mózes tud ilyet csinálni. Isten miért lépett közben? Az lépett közben, mert Isten mondta, hogy ezt sem Mózes csinálta, én csináltam. Csak jelzem, hogy én csináltam, csak ugye Mózes miért volt a világ legalázatosabb és szerintem embere? Mert Mózes tudta, hogy ezt nem ő csinálja. Tehát ő ezt tudta. Nem véletlenül ugye elmondtam sokszor már, de most is egy Ukrajnában is elmondtam, hogy azért hiányoznak majd csodák és a jelek, mert egyszerűen az emberek Jézus nevét, nem Jézus nevének adják a dicsőséget. Tehát lehet látni, fotószalagban jönnek azok az emberek, akiket egy kicsit megáll Isten, és mindjárt karriert csinálnak belőle. Mindjárt. Saját nevükről. Ez is például engem megvan, valamire idegesít, hogy a saját nevéről nevezi el a minisztrit, a gyülekezetét. Van egy csomó, Kenneth Copeland minisztri, Benny Hinn minisztri, hát emberek, hát nem áll. Hát mi közünk van nekünk ehhez? Mi maximum egy csatornák vagyunk ebben. És amikor majd újra lesznek olyan emberek, akik a legnagyobb csodák közepette is azt tudják mondani, hogy én Uram, én Istenem, és az embereket Krisztusra mutatnak, akkor ezek újra be fognak, azt gondolom, hogy mozdulni, csak meg kell várni, még ezek az emberek előjönnek, megerősödnek, kijönnek abból, amiben voltak, és szépen ezt Isten meg fogja tolni, ezt a szekeret, csak meg kell várni ezt a helyet. Amen! Úgyhogy akkor véget ért az áldozati rendszer, akkor köszönöm a figyelmeteket, és
most a június hátralévő rész és a július az biztos, hogy megállunk egy kicsit, jó? Engedjétek meg ezt, mert erőt kell gyűjteni, és augusztusban pedig akkor megindulunk a királyok és a kronikák után.